Jó estét kívánunk, kedves nézők! Szeretettel köszöntjük Önöket itt a Siesta-ban, és hát ma is bőséges lesz a kínálat. Rövidesen majd egy különleges kiállításról beszélgetünk. Aztán szó lesz egy táncversenyről is. Illetve hát bemutatunk Önöknek egy olyan vívómestert, akit elfelejtettek Magyarországon. Hál' Istennek most megjelenik egy kötet, ami bemutatja az életét. De tehetséges fiatalok, illetve felkészítő tanáraikról is lesz szó itt a mai Siesta-ban, hiszen a Bánki Dónát középiskolában robotokat terveznek a diákok. Mindenek előtt azonban ismerkedjünk meg Csutkai Csabával, akit nem nagyon kell már szerintem bemutatni, hiszen mindenki tudja, hogy a város egyik leghíresebb fotóművésze. Viszont most egy különleges kiállítás nyílt a színházban, ami ugye feldolgozza a színház elmúlt 35 esztendejét. Ebből azért 25 évig te ott dolgoztál, illetve hát gyakorlatilag a 35 év nagy részét azt te ott töltötted. Furcsa volt előkeresni ezeket a régi fotókat? Visszajönnek ilyenkor a régi emlékek? Üdvözlök én is mindenkit. Hát az az igazság, hogy mintha valóban egy időgépbe kerültünk volna. Máskor is szedünk elő negatívokat, vagy régebbi felvételeket, de most ez a színházi anyag dokumentációnak a feltárása, ez valóban különös élményt adott, mert hát azért itt 35 évre visszamenőleg szedtük össze a színház által ajánlott darabokból, hogy szeretnének kiállítást készíteni, vetítést készíteni, és ehhez valóban dokumentációkat elő kellett szedni, be kellett digitalizálni, és ez hozta a régi élményeket valóban. Ugye ez a kiállítás annak tiszteletére van, hogy 1981-től van állandó társulata Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színháznak. Milyen darabra emlékszel? Melyik az, amelyik olyan nagyon-nagyon emlékezetes valami miatt? Hát az az igazság, hogy valóban az elmúlt 25 évben, amíg dokumentáltam ezeket az előadásokat, ha évadonként számoljuk azokat a 10 előadásokat, tehát ez eléggé tetemes munkát jelentett, de mindig valahogy az első előadás az az egyik legkedvesebb, és mindig az utolsó, és természetesen a közte lévők is. Az első előadásom, ami 82-83 körülre datálható, az a gyerekdarab volt, mély vízbe dobásként indult ez a színházi fotózás, és a Quantum Fantum csapdája című előadásnak, gyermekelőadásnak a fotózását végeztem, és ezt megmondom őszintén, valóban még minden mozzanatára szinte emlékszem, és nem csak a negatívok feljövetelekor, hanem még olyat is, amit hirtelen nem is jutott az ember eszébe, a dallamok a zenéből, a darabból. Elmosogatok és leviszem a szemetet. Igen, és te akkor... Te ott voltál azon a gyerekdarabon? Hát... Igen, ez volt az első olyan darab, amit én a színházban láttam. Akkor neked is egy különleges emlék ilyen szempontból. És hát az utolsó darab, amit dokumentáltuk a 2015-16-os évekből, a Túlzajos magány, ami szintén lenyűgöző volt. De valóban sorolhatnám a kedvencek között a Mensáros Lászlóval készült időszakban a darabok dokumentációt, mondhatom a Föstvényt, vagy a Kerekes Laciékkal, Szigeti Andrásékkal készült daraboknak a dokumentációját. Amik nagyon-nagyon emlékezetesnek a Vágyvillamosa, a Szász János rendezésében, de a Ványa bácsis rendezés is nagyon-nagyon tetszett, és darab is nagyon tetszett. De hát tényleg nagyon nehéz azt mondani valamelyik darabra, hogy hát ezt nem kellett volna dokumentálni. Hát volt is olyan darab, amit véletlenül elfelejtettem dokumentálni, mert ott voltam, és csak néztem, és ámultam. De hát régebben volt erre lehetőség, hogy na, akkor egy másnap még fotózható. Mennyivel igényel a fotóművész részéről másfajta munkát, vagy másfajta hozzáállást egy színházi fotózás? Én úgy gondolom, hogy igényelne, de a mai rohanó világ ezt egy kicsit másképp állította össze, és hogyha most visszaszaladok valóban itt a 81-es, 82-es és a 80-as évek végére, hogy készült, és egy mintát mondanék, ami nekem nagyon nagyszerű minta volt, a Keleti Éva fotóművész, hölgy, ő úgy jött, hogy volt egy bemutató, megérkezett hétfőn este megnézett egy próbát, kedden is megnézett még egy fél próbát, vagy egy egész próbát, és szerdán fogta a gépet, és megcsinálta a 15-20-30 felvételét. Tehát alaposan fel tudott készülni a megfelelő pillanatokra, és úgy készül. Ma már ez a rohanó világban, ez sajnálatos módon ez nem így van, leülünk egy helyre, vagy ha rohangálunk is a nézőtéren, keressük a megfelelő pozíciókat. Igazság szerint, bocsánat a szóért, nyomjuk az exponáló gombot kegyetlenül, és nem
hiszem, hogy a nagyon tudatosság jön elő, hanem inkább a vaktyúk is talál szemet, na ott lesz közte a jó. Túlzásokkal mondom ezt a dolgot, de valóban készülnek így is felvételek. Gondolom sokat segít az, hogy most a technika megfejlődött, tehát annak idején filmre fotóztatok, csak akkor derült ki, mikor már laboráltál, hogy az most valóban úgy sikerült-e, mint ahogy tervezed, most meg vissza tudod nézni rögtön. Hát valóban másabb kihívás volt az, meg a mostani. A mostani azt kell mondani a kihívás, hogy valami a túlfotózás adja a nehezét. Uh-huh. Tehát mennyivel könnyebb volt a 5-6 tekes filmből kiválasztani, ami az sem volt kevés, hogyha 30 kockával számolt a 150 felvételből, na persze most meg 800 felvétel készül. Na és a különbség az, hogy valóban később derült ki az, hogy egy tekercset kétszer fűztem be, ami adott érdekességet, de nem biztos, hogy eredményt a színház részére. Említettük ugye a kedvenc darabokat, ugye az elsőt és az utolsót voltak kedvenc színészek. Itt ugye Mensáros Lászlót például már említetted, akiket mondjuk különleges volt fotózni, vagy jó volt fotózni, vagy ne adj Isten, mondjuk valamiért különleges volt, rigolyái voltak, nem szerette, ha fotózták. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkivel, legalábbis én úgy gondolom, hogy mindenkivel nagyon-nagyon jó kapcsolatot tudtam kiépíteni, és így, hogy ki a kedvenc. Hát természetesen, hogy Frici bácsival olyan kapcsolat, aki az első időszaktól ott van, és nagyon-nagyon megtaláltuk a hangot, mert ő is fotós, tehát mutatta mindig a képeit. Tehát vele nem csak arról tudtunk társalogni, hogy színházi dolgokkal kapcsolatban, hogy a bemutatóval kapcsolatban, hogy volt-e véleményem, vagy gondolatom a dolgokról, vagy bármás, hanem ő hozta a saját képét, Indiába készített nagyszerű képeket, azt mutatta nekem. És hát, ha még említem, a színészek már nyugdíjban vannak, de Hetei Laci, Szabó Tündéjékkel, de is épp úgy a műszakkal is, akik nagyon nagy segítségemre voltak annak idején a munkák végzésében, mert hogyha netán egy darabnak még nem úgy állt össze a világítása, akkor vagy rákérdeztek, hogy másnap tudok-e jönni, mert jobb lesz, és akkor jövök-e még egyszer. Ma már ez kevésbé tud megoldulni, mert egyrészt eléggé pörög a bemutatónak a határideje, de én úgy gondolom, hogy mindenkivel jó kapcsolat alakult ki, így most nagyon nehéz még több mást is kiemelni a társulat közül. Milyen volt a rendezőkkel együtt dolgozni? Hát ez már egy kicsit izgalmasabb volt. Akivel kezdtem, igazából Bozók Istvánnál készültek először képeim, ővel nem sok idő volt, de a nagy tanulási időszak a fényképezési dolgokból, most a nem rendezőt mondom, az a Keleti Évikének a munkáját figyelve ellesve, hogy ő hogy készítette, és aki segítséget adott, a Léner Péternél. Tehát azok a tanuló időszakok voltak, és ráadásul az a osztály, aki annak idején lekerült, a Slanger Mátrai, Juhász Gyuriék, Varjú Olgáék, tehát az egy nagyon érdekes összetétel volt, mert fiatalok jöttek. Én már nem voltam, de fiatal voltam, az úgy gondolom, de megtaláltuk a hangnemet kellőképpen a társulati dolgok, vagy a színházi dolgokon kívül is, és igazából elfelejtettem. Hogy ilyenkor az emberek között a munkakapcsolaton kívül sokszor baráti kapcsolat is kialakul. Amikor elszerződik egy színész egy másik színházba, akkor egy picit olyan, nem, mintha az ember elveszítené egy családtagját. Valóban voltak ilyenek is, nagyon-nagyon sajnáltuk, amikor ebből főleg az első osztályból elkerültek színművészek, annak idején a Slanger Andrássék és a Juhász Gyuriék, akikkel tényleg alakult olyan kapcsolat, vagy ha nézzük a technikából a Vízhányú Mikék, aki sajnos már nincs az élők között, máshol világít nagy fénnyel, nagyon szerettem, a Miklós ő fővilágosító volt, ővelük kifejezetten szoros kapcsolat volt a színházi életen kívül. Könnyű volt, nehéz volt, milyen volt összeválogatni az elmúlt 35 év fotóanyagát erre a kiállításra? Hát az az igazság, hogy nagyon rövid volt ez az idő, hogy 35 évből olyan anyagok jöjjenek elő, a legjobb képek jöjjenek elő, amit talán a sokkal több időt igényelt volna. Itt most az segített, hogy Páron Pötyike rengeteg időt ebbe belerakott, segített a képek digitalizálásába, a képek kiválogatásába, és hát természetesen az utómunkálatoknak is még rengeteg fázisa volt, hogy az bekerüljön a kiállítási vagy a vetített anyagra. Ilyenkor készül egyfajta számadás mondjuk a saját fotós életutadról? Hát azért 35 év, az 35 év. Hát ebből 25 év, 26 év, hogyha a
háborús éveket duplán számoljuk, akkor még több is tud lenni. Igazából régi dédelgetett vágyam az, és ennek valamiféleképpen lobbiát is el akarom indítani, meg el is indítottuk, hogy valahol ez a 35 éves színház talán egy icili-picili kis színháztörténeti múzeumot megérdemelne, és ez az anyag, hogy nagy része, mert vannak hiányosságok, nem mindent találtam meg, nem túl sok, amit még keresni kell, de valószínűleg valahol még meg lesz. Lehet, hogy érdemes lenne, hogy ezek a daraboknak a dokumentáció egy jó helyre, egy feldolgozásra alkalmas helyre is netán hozzáférhetővé válhatnának. Már meg nem titkolt szándékom az is, hogy jövőbe szeretnénk olyan könyveket elkészíteni, ami egyetlen egy darabot mutat be drámatörténet szerint, tehát a magát a drámát bemutatva, a színész bemutatva ebből a fotós dokumentációját, néhány kritikát, ha találunk, és azt is hozzáveszünk, és lehet, hogy ebben egy olyan emléket tudunk állítani a már nem lévőknek, vagy akik még itt vannak és köztünk vannak, őnekik is, és játszottak ebben abban a darabban, egy szép emlék tud lenni dokumentáció az életüknek egy jelentős részéről, darabjáról. Csaba, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hát kívánjuk, hogy ez megvalósuljon akkor ez a dokumentáció, illetve ez a kötet akár. És akkor szeretettel várunk, majd megint bemutatjuk az elmúlt 25-30, és ki tudja még hány év munkáját. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. És ha már ezt említettük, hogy kötet, akkor a következő hetekben jelenik majd meg az a kötet, amely Borsodi László életútját mutatja be. Egy híres vívómesterről van szó, a szerző Mádai Norbert itt járt Nyíregyházán, vele beszélgettünk. Borsodi László 1878-ban született a Pest megyei Farmoson. 1898-99-ben a Bécsújhelyi Katonai Akadémia működő Katonai Vívó és Tornatanári Intézetbe vezényelték. Ez a két esztendő és az ott tanult kardvívás döntően befolyásolta az egész későbbi pályafutását. 1900 és 1925 között a Ludovika Akadémián teljesített szolgálatot, majd 1926 és 1936 között a Magyar Királyi Toldi Miklós Honvéd Sporttanár és Vívó Mesterképző Intézet fővívó mestere lett. A modern magyar kardvívás egyik megalkotója, a Borsodi rendszer létrehozója. Mégis a sportkönyvek alig említik nevét. Mádai Norbert 4 év kutató munka után elkészített egy kötetet, amely bemutatja Borsodi László életét, emléket állítva az egyik legnagyobb magyar vívónak. Borsodi László a 18 olimpiai aranyérmével, amit a tanítványai szereztek, a 13 világbajnoki címmel és a 91 magyar bajnoki címmel, mint vívómester önmagáért beszél. Tulajdonképpen a borsodi rendszer volt az, amit a két háború között minden katonai intézményben, borsodi vívórendszer, amit a két háború közötti minden katonai intézményben, minden helyőrségben oktattak és tanítottak. És hát ez egy olyan teljesítmény, hogy a magyar sportban én úgy gondolom, hogy edzőként sem Borsodi előtt, sem Borsodi után senki sem tudta ezt a fantasztikus teljesítményt hozni. Mégis valamiért a háború után ez elsikkadt, elhallgatódott, elporosodott, és azt gondoltam, hogy ha meg akarjuk érteni a régi magyar vívóiskolát, ha meg akarjuk érteni ezt a fantasztikus teljesítményt és ezt a különleges egyéniséget, akit Borsodi Lászlónak hívtak, akkor kell, hogy legyen egy könyv, és hát én is félve indultam ennek a feladatnak neki, mert tényleg nagyon-nagyon keveset tudunk róla, a sportlexikonokban nem szerepel a neve, semmilyen vívással foglalkozó szakkönyvben a megemlítésén kívül nincsen róla bővebb adat, de hát neki feszültem a feladatnak, és hát 4 év kutató munka után egy 300 oldalas kötetet sikerült megjelentetni róla, a vívórendszeréről és a tanítványairól. Nem volt furcsa, hogy szakemberekhez fordultál, olyanokhoz, akik a sportban, a vívásban különösen járatosak, és mégsem nagyon tudtak róla? Hát a Hadtörténeti Múzeumban az egyik kedves barátom, Sallai Gergely doktor annyit mondott, hogy Norbert egy fantomot üldöz, de hát én úgy voltam vele, hogy a fantomokat előbb-utóbb csak elő kell cincálni az árnyékból, hát sikerült előcincálni, de tényleg a sportszakíróktól kezdve a sportújságírókig azon kívül, hogy tudták, hogy a Pillernek, a Tercsenszkinek, a nagy olimpiai bajnoknak ő volt a vívómestere, szinte senki nem tudott róla semmit. És hát így különösen öröm nekem ez, hogy a magyarság számára egy olyan nemzeti értéket, mert most már ugye tudjuk, hogy itt a megyei értéktárban is nemzeti értékké sikerült nyilvánítani a borsodi vívórendszert, sikerült megrajzolni a portréját egy olyan
vagyontalan magyar vívómesternek, akinek ez volt az élete, aki nem nősült meg, nem volt gyereke, napi 10-12 órában kalapálta a vasat, és hát olyan csodálatos olimpikonokat és vívómestereket nevelt ki. Egyébként akik többek között a 100 MS-ének a mesterét is tanították, úgy hívták Kulcsár Győző, akinek ma ugye örülünk, hogy Rióban olimpiai bajnok lett, de kevesen tudják, hogy Kulcsár Győző mestere is Borsodi László tanítványa volt. Így öröklődött a tudás generációkról generációk. Elképzelhető, hogy azért tudunk róla kevesebbet, mert abban az időben a katonai vívás és a sportvívás az konkurencia volt, és egy kicsit külön is vált? Igen, hát tulajdonképpen a katonavívók és a civil vívók azok a két háború között folyamatos szembenállásban voltak egymással, és hát nem véletlen az, hogy a háború után a civil vívók közül került ki a vívószövetség vezetésének a nagy része, a funkcionárusok. Nyilván a katonavívókat, akik ugye legtöbbét kitelepítették, vagyon elkobozták, nyugdíját megvonták, szóval fantasztikus módon taposták őket szét minden lehet. Irányból, nyilván nagyon lettek hallgatva. Bár azt meg kell mondani, hogy például Gellér Alfredot, aki az egyik legjobb barátja volt Borsodi Lászlónak, az vissza kellett hozni a kitelepítésből, mert senki sem értett úgy a törőjáshoz, mint ő. Nagyon furcsa egyébként, amikor az ember elkezdi egy ekkora mesternek az életét kutatni. Itt folyamatosan jöttek elő a fotók, a történetek, és tulajdonképpen ennek nyomán lehetett végignyomozni az életét? Minden egyes fotóért küzdeni kellett, mert tulajdonképpen még a szakmúzeumok sem nagyon tudták, hogy a melyik csoportkép szerepel például ő. Sikerült a Hadtörténeti Múzeumból a 183 oldalas személyi aktáját előbányászni, az egy óriási segítség volt és egy óriási előrelépés. Noha a Hadi Múzeum sem nagyon tudott róla, hogy van ilyen személyi aktája, de amikor előkerül a személyi akta, amikor szépen lassan jönnek előre a fotók és a részinformációk, abból azért meg lehet rajzolni, hogy úgy mondjam, egy arcot a maszk mögött, a vívó maszk mögött, és ez az arc, ez a magyarságért elkötelezett, tiszta tekintetű, tiszta lelkű, tiszta jellemű katonavívó mestert mutat, aki napi 10-12 órába kalapálta a vasat azért, hogy összefoglaljam egyetlen mondatba a parancsnokának, Novákovics Bélának a jellemzését a személyi lapjáról. Amikor 32-ben megnyeri Piller a olimpiai bajnoki címet, akkor annyival rávezetve mindössze a személyi lapjára, Borsodi László fővívó mester célját elérte. Arra emlékszem, hogy mikor Piller György életét kutattad, akkor ugye nagyon sok szál Amerikába vezetett, hiszen ők 56 után Amerikában maradtak. Mi a helyzet Borsodi Lászlóval? Itt is kellett-e külföldön nyomozni? Külföldön nem kellett nyomozni, ő azt hiszem egyedül Hollandiába ment el, ott is azért, mert a holland állam felkérte arra, hogy menjen és tartson bemutatókat. Egyébként olyan bemutatókat tartott Hollandiába, hogy a holland királyi pár felállva tapsolta meg Borsodi Lászlót, és amikor kimentek erre a versenyre, ahol ő föllépett bemutatózni, a holland királyi pár kimondottan azért ment ki, hogy a nagyhírű magyar katonavívó mestert lássák bemutatót vívni. Annak a Szabja iskolának az alapjait ő fektette le tulajdonképpen, amit ti is használtok? Igen, hát ő Wiener-Neustadtban tanulta a Szabja vívást, a Wiener-Neustadti katonai tornatanár és vívómesterképző intézetbe, és hát azt finomította, csiszolta egy életen keresztül, azt javította és tökéletesítette, és hát amint ezek a megdöbbentően nagy bajnoki, világbajnoki, Európa bajnoki, ifjúsági világbajnoki és olimpiai bajnoki címek száma mutat, én úgy gondolom, hogy ez megmutatta, hogy ez a férfi, amire ő fölesküdött, amit ő el akart érni, hogy a modern magyar kardívást és a régi magyar iskolát úgy ötvözze, ami bajnokokat tulajdonképpen futószalagon hozott a magyar nemzetnek, sikerült neki. A város egyik legrangosabb táncversenyévé nőtte ki magát az Abigail Országos Minősítő Táncfesztivál. Erről beszélgetünk majd következő vendégünkkel, Dániel Lászlóval, akit szeretettel köszöntök. És hát ez már az ötödik alkalom. És én azt mondtam, hogy az egyik legrangosabb ilyen táncfesztivál lett olyannyira, hogy ha jól tudom, akkor most már nem csak a megyéből, hanem a messzebbről is jelentkeznek, mert Debrecenből is jöttek tavaly is csoportok, de most talán még ennél még messzebbről. Igen, igen. Ebben az évben 2016-ban a 4. Abigail Országos Minősítő Táncfesztiválon, amit a BEM iskola tornacsarnokában rendeztünk meg, érkeztek versenyzők Budapestről, Dunántúlról is, valamint Romániából is érkezett néptánccsoport, és ezzel az 5. Abigail Országos Minősítő Táncfesztivállal, ami 2017-ben lesz, az a célunk, hogy még nagyobb részben érkezzenek versenyzők az ország másik részéről, valamint külföldről is, és nem csak Romániából, de Szlovákiából,
Szlovákiából és Lengyelországból is fogunk venni versenyzőket. Szegedről már neveztek például tegnap, ha jól tudom. Igen, tegnap voltak érdeklődők, és ígéretüket tették, hogy el fogják küldeni a nevezésüket. Bár jövő március 18-án, 19-én van maga a rendezvény, a táncversenyünk, de már most vannak érdeklődők, akik kifejezetten erre a versenyre készülnek. Ez lesz ugye az 5. minősítő táncfesztivál. Annak idén az elsőt miért hoztátok létre? Hogyan jött az ötlete? Én táncoltam korábban versenytáncosként, és amikor elkezdtem dolgozni az Abigail Több Célú Intézményben, akkor volt egy olyan elhatározásom, hogy táncosként tudom nagyon jól, hogy mi kell, mit igényel egy versenytáncos, egy táncos, és én is megtapasztaltam azt, hogy a bizonyos gazdasági helyzetek miatt nagyon sokan nem tudnak eljutni versenyre, olyan kiadások vannak, nevezési díj, úti költség. És én megkerestem a főnökséget, hogy én szeretnék létrehozni egy olyan táncversenyt Nyíregyházán, ami nem csak magas színvonalú, mint szakmailag, mint pedig szervezésileg, de megfizethető. És szerencsére nem adtuk föl, mert az első versenyen 2013-ban mindössze 70 táncos versenyzett, egy délutános verseny volt, és nem adtuk föl, újítottunk, több tánc kategóriát vezettünk be, és ennek köszönhetően 2016-ban, vagyis idén már több mint 1100 táncos volt. Milyen kategóriákban nevezhetnek a táncosok? 10 tánc kategóriánk van. A hagyományos néptánc, társastánc, modern táncon fölül vannak az újabb tánc kategóriák is, mint például a hastánc, mazsolett, twirling, showtánc, balett, ami kifejezetten... Még a klasszikus balett? Igen, a klasszikus balett, és pont Budapestről érkezett egy csoport, akik egy gyönyörű klasszikus balett koreográfiát adtak elő, és ezzel is próbálunk terjeszkedni, minél több tánc stílus bevezetni a versenyünkbe, mert ugyanis van erre igény. Ugye óriási hiánypótló egyébként, mert pont azt néztem, hogy ilyen kategóriák nem túl gyakoriak, tehát azért ritkán vannak. 4 verseny a hátatok mögött van. Melyik kategória a legnépszerűbb? A legnépszerűbb nagy örömünkre a néptánc. Azt kell mondanom, hogy a néptánc az nagyon népszerű, persze mellette a társastánc. A néptánc és a társastánc viszi a fő létszámot. Mi lehet ennek az oka? Az lehet az oka, hogy nagyon sok versenyen, ahogy mondtad is, kevés tánc kategória van. És sok olyan verseny van, ahol csak társastánccal lehet nevezni, Hajdúböszörményben, Debrecenben társastánccal lehet nevezni, és kevés az olyan verseny, ahol néptánccal is lehet indulni, és persze ez köszönhető annak is, hogy olyan zsűritagokat hívunk le Budapestről, Miskolcról, akik országosan ismertek, és már ezért is eljönnek a versenyzők, a táncosok. Hát ez egy minősítő verseny, tehát ezért is érdemes részt venni. Emlékszem, tavaly pont beszélgettünk itt győztesekkel, akik például Debrecenből jöttek. Mi az a whirling, ha jól ejtem? Nem tudom, itt a mazsorett whirling. Twirling, igen. Erről még nem is nagyon hallottam. Ez hasonló, mint a mazsorett, csak eszközzel dolgoznak. Ugyebár a mazsorett az bottal. A twirling az pedig pomponnal, akár szallaggal, egy sokkal bonyolultabb tánc technikát használnak, mint a hagyományos mazsorettesek. Uh-huh. Hány korcsoport van ezen a versenyen? 6 korcsoportunk van, és teljesen a kezdőktől. A legfiatalabb versenyzőnk idén 4 éves volt, egy kis óvodás. Egészen a kis korcsoporttól a nyugdíjasokig várjuk a versenyzőket. Ugye ez március 18-19-e, van-e nevezési határidő, amíg mindenképp küldjék el, tehát érdemes már most akkor valóban, ahogy említetted, gondolkodni? Igen, van nevezési határidő. A nevezési határidőnk az 2017. március 5-e. Eddig fogadja a rendszerünk a nevezéseket, és itt kitérek arra, hogy lesz egy megújult honlapunk november 15-től, ahol már online is lehet nevezni. Így nem szükséges letölteni a nevezési lapot, kitölteni, utána visszaküldeni, hanem magán a honlapunkon keresztül csak megnyitja a rendszer, beírja az adatokat, rákattint az OK gombra, és rögtön megkapjuk a nevezést automatikusan. Ez március 5-e, és március 11-e az a határidő, amíg várjuk a zenei anyagot, mivel törekszünk arra, hogy minél magasabb színvonalú verseny legyen, ezért nem fogadjuk el CD-n a zenéket, csak elektronikusan, e-mailben átküldve nekünk, és mi úgy állítjuk össze maga a
forgatókönyvhöz a zeneszámokat. Így nem történik meg az, hogy valaki karcos CD-t hoz, és emiatt nem tudnak versenyezni a gyerekek. Na hát köszönjük szépen, hogy itt voltál. Beszélünk szépen még a verseny előtt akkor mindenképp, és hát várjuk majd természetesen a győzteseket idén is. Reméljük, hogy sokan lesznek majd. Köszönjük szépen, köszönjük, jó munkát szépen kívánunk addig is nektek. Mi pedig akkor most programajánlóval folytatjuk. Október 16-án 11 órától Csizmás Kandúr meséjét hozza el a Szegedi Mini Színház a Váci Mihály Kulturális Központ színház termébe. 10 óra 30 perctől kézműves foglalkozás is várja a helyszínre érkező gyerekeket. Október 18-án 14 órától az Irgalmasság, mint életünk támogatója címmel Tóth László plébános tart előadást, helyszín a Római Katolikus Plébánia és Társszékes Egyház. Október 18-án 17 óra 30-tól a Karma című előadásra várják szeretettel az érdeklődőket, helyszín a Váci Mihály Kulturális Központ második emelete, a rendezvény ingyenes. A Csiriptanya játéktár programja október 20-án 14 óra 15 perctől pillangó készítése, helyszín a Móricz Zsigmond könyvtár. A Bencs Villa programjai október 20-án 17 óra 30-tól Dr. Pataki Piroska a Gyász című népi textíliákat bemutató kiállításának és Tamaskovics Gáborné Csuhész szobor tárlatának megnyitója. A Nyíregyházi Magyar Finn Baráti Egyesület várja az érdeklődőket a Móricz Zsigmond könyvtárba a Finn téli háború képei című kiállításra. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében október 21-ig tekinthető meg. Most pedig robotokról beszélünk majd, hát nem újdonság, azt gondolom, aki ismeri a bánkis fiatalokat, hogy milyen tevékenység folyik ott, és hát Zsigó Zsoltot, aki meg ennek az atya itt Nyíregyházán, mert hogy a bánki robot team az készül Rómába. Becsomagoltatok? Minden rendben van az utazás előtt? Az utolsó simításokat végezzük. A nevünk a bánki robot, az egy nagyon régi hagyománynak a megtartása. Igazán ez a munka, ez egy innovatív műszaki fejlesztés, amivel most megyünk. Ez az intelligens tűzoltó kabát, amivel a gyerekek nagyon szép díjakat szereztek az elmúlt évben. Nem akármilyen eseményre mentek Rómába. Már az egy óriási dolog, hogy meghívást kaptatok, és akkor elviszitek ezt a csodakabátot? Igen, a Make magazin, amelyik Amerikában a Csináld Magad mozgalomnak az egyik elindítója volt, konferenciák és különböző kiállítások és vásárok segítségével próbálja ezt a tömeget növelni, aki foglalkozik ezzel a otthon készített eszközökkel, és ennek szellemében Rómában 4 évvel ezelőtt elindított egy hatalmas kiállítást, végülis az amerikai változatnak az európai megfelelőjét. Uh-huh. És akkor ezt az okos tűzoltó kabátot viszitek. Ha valaki még nem hallott erről, szerintem Nyíregyházán nincs ilyen, azért mutassuk be, hogy mitől okos ez a tűzoltó kabát. Az alapötlet az onnan származott, hogy olvastak a gyerekek erről a műegyetemi tűzoltók balesetéről, és úgy meghökkentett mindenkit, és akkor azt mondta az egyik fiú, hogy hát nem létezik, hogy nem lehetett volna ezekkel a modern szenzorokkal érzékelni azt a gáz koncentrációt, ami már halálos, és akkor neki kezdtek. Igaz, hogy ez, amit mi építettünk, ez egy prototípus, ami hobbi elektronikai eszközökkel készült, de már egy debreceni nagy cég az ő ipari rendszerei segítségével segít majd nekünk talán piacképes eszközt előállítani. Hogyan készült el ez a kabát, vagy egyáltalán hogyan kezdtek neki a munkához? Amikor megvolt az ötlet, akkor megkerestük a katasztrófavédelem helyi képviselőit, akik láttak fantáziát ebben, és ők elmondták, hogy mi az, ami fontos lenne. Akkor készült egy ilyen kis dobozból összerakott kis asztali verzió. Amikor ezt megint megmutattuk nekik, akkor kaptunk egy ilyen kabátot. Ezután oda bele integrálták a kabátba ezeket az eszközöket. De ezt úgy kell elképzelni, hogy délután, tanítás után hát van egy szakkör, vagy valami, és akkor mennek a diákok tanár vezetésével, vagy hogy? A mai diákoknak már olyan
terhelése van, hogy ez a délutáni szakkör ez nagyon nehezen tud összejönni. Mi egy ilyen, ahogy az egyik srác fogalmazta, egyszerűen láthatatlan szakkör vagyunk. Nem sokszor áttolódik ilyen közösségi oldalakra a kapcsolattartás. Ugye ez manapság nem gond, már 2009-ben tudtunk új robotot építeni, egy finn diák és egy bánkis diák, hogy 2000 kilométerre voltak egymástól, és közösen vettek részt egy ilyen világbajnokságon. Tehát azt gondolom, ez manapság már nem probléma. Az, hogy találkozunk, az inkább probléma. És akkor mindenki megosztja a tapasztalatot, hogy figyelj, hogyha azt a szenzort átforrasztanánk ide, és úgy csinál, most csak butaságokat mondok, nem értek hozzá, és akkor a végén kialakult egy végtermék? Én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen tehetséggondozó kör lassan, és azt gondolom, hogy egy tanár ilyen 20 fős csoportokkal nem tud eredményes tehetséggondozást csinálni. 3-4-5 gyerekkel lehet eredményesen dolgozni, már az 5 is azért szerintem az nagyon nehéz. És ezt a 3-4-5 gyereket ezt viszonylag könnyen össze lehet hozni, akár egy virtuális környezetbe. Ha szükség van rá, akkor tudunk hívni egy mérnököt ebbe a chat csoportba, és akkor ő segít ebben. Szóval itt kihasználjuk a közösségi oldalaknak az előnyeit. Gondolom, ilyenkor egy-egy ilyen kiállításon, mint például Rómában, itt ott lesznek azok is, akik mondjuk szemet vethetnek erre az eszközre, és azt mondhatják, hogy rendben, akkor mi most megvennénk ennek a licenszét, és elkezdenénk sorozatban gyártani. Van erre lehetőség, hogy így világviszonylatban is befusson ez a termék? Én azt gondolom, hogy igen, mert próbáltuk megnézni, hogy van-e már hasonló prototípus, vagy egyáltalán, vagy rendszerbe állítva valahol, és nincs. Végül is ez is olyan, mint nagyon sok műszaki fejlesztés során keletkező termék, hogy az ötlet az ott hever az utcán, és lehet, hogy mi hajoltunk le először érte. Akkor a japán tűzoltók ugyanolyan veszélynek vannak még kitéve, mint a magyar tűzoltók voltak. Hát én azt gondolom, hogy igen. Igen. Maga ez a kiállítás, ez egy hatalmas, nagyjából 100 000 látogatót várnak az eddigi tapasztalatok alapján, és volt egy előzetes jelentkezés, ahol a projektet beregisztráltam, és néhány nem olasz projektet is kiválasztottak, és akiket így kiválasztottak, azok kaptak repülőjegyet és szállodát is, és a vendéglátók bocsátják a rendelkezésünkre. Na hát akkor is. Engedünk is csomagolni, meg akkor indulni, mert hogy rövidesen szálltok fel a repülővel. Hát jó utat kívánunk, és sok sikert. Reméljük, köszönjük, hogy nagy szépen érdeklődése tart majd számot ez a kabát, és hát sikerül belőle a világ sok tájára sokat eladni belőle. Kedves nézők, ennyi fért a mostani Sziasztával, de nem menjenek messzire, mert hogy jövő nem sokára. Köszönjük a Sziaszta Plusz, köszönjük a figyelmüket, várjuk vissza önöket.